Az eddigi hagyományokhoz hűen, de rendhagyó módon tartották az idei Semmelweis napi ünnepséget a Kisvárdai Kórházban, mely július 1-től már a Szent Damján görögkatolikus kórház nevet viseli, és a görögkatolikus metropólia fenntartásában működik tovább. A pandémiás időszak után ebben az évben a kórház vezetése nem az egyéni teljesítményeket díjazta, hanem egy-egy csapat, osztály munkáját ismerte el oklevéllel. Az elismerések mellé a csoportokat képviselő orvosok, szakápolók, nővérek, asszisztensek, irodai és technikai alkalmazottak egy Szent Damján emlékplakettet is kaptak. Az ünnepség végén, mint minden évben, főorvosi és adjunktusi kinevezéseiket is átvehették az orvosok. Hogy Szent Damjánt választottuk a görögkatolikus fenntartású kórház névadójának és védőszentjének, ezzel egy égi pártfogót kértünk még az itt folyó munka mellé. Tudjuk, hogy Szent Damján olyan orvos volt, orvostársával, Kozmával együtt, Szent Kozmával együtt, aki nagyon sok jót tett, nagyon sok embert meggyógyított, és mégis elsősorban nem ezért tartjuk őt szentnek, hiszen nagyon sok más orvos is volt a múltban, a történelem során. Ki az, aki szent? Itt a Földön néha azzal azonosítjuk, hogy biztosan az a szent, aki bűntelen, aki nagyon-nagyon jó ember, aki nagyon sokat imádkozik. Ez is része lehet. De a szent az, aki az Istenből él, és aki bármilyen tevékenységet is folytat, az Isten erejét, az Isten jelenlétét, magát az Isten közvetíti. Tehát miközben gyógyít, miközben ápol, miközben tanít, miközben segít, miközben prédikál, az Istent adja tovább. Szent Damján így vált szenté, olyan orvos, aki már a mennyben van, és odafentről segít. Én úgy gondolom, hogy Semmelweis Ignác is már odafent a mennyben van, amilyen sok jót tett. Ő is minden bizonnyal a szentek közé sorolhatjuk, de hát a katolikus egyház rendje szerint őt még nem kanonizálták, nem állapíthatjuk meg róla egész bizonyossággal, hogy ő már szent. Hogyha egy kórház egyházi lesz, keresztény lesz, a szentséget hozzuk ide, akkor ezzel a rendkívüli töblettel erősödik meg. Sokan kérdezték, hogy most mitől lesz más? Mi változik majd ebben a kórházban? És azért nagyon nehéz válaszolni erre, mert így válaszolhatnék, hogy égi segítséggel bővül. De hát sokaknak ez nem sok mindent mond, hogy mit is jelent ez az égi segítség. Hát majd meglátjuk, és bízom benne, hogy nagyon sokan meg fogjuk látni, hogy Szent Damján, Szent Kozma, az Isten szülő és sok más szent, de valójában rajtuk keresztül maga az Úristen fogja égi segítséggel megáldani ezt a munkát. Na nem minthogyha eddig nem lett volna rajta az Isten áldása. Nem minthogyha az eddig itt dolgozók, akár tudatlanul is, nem közeledtek volna az Istenhöz. Nem az Istenből merítették volna az erejüket. Nem közeledtek volna a kitűzött célhoz, a mennyországhoz. Sokan vannak szentek. Itt közöttünk élnek a szentek, akik Istenből élnek, akik az Isten közvetítik. Sok esetben még akkor is, hogyha ők maguk nem imádkoznak. Talán nincs nekik megkeresztelve. Az egyik nagy teológus, nyugati teológus, anonim keresztényeknek mondta azokat, akik talán meg sincsenek keresztelve, vagy nem buzgó templomba járók, de az Istenből élnek, és tiszta szívükből fakadóan az Isten közvetítik mások számára. Ettől lesz más ez a kórház, hogy ebben segítünk. Vagy inkább azt mondom, hogy ezt nyilvánvalóvá tegyük. Hogy láthatóvá tegyük, érzékelhetővé tegyük az Isten jelenlétét. És meg fogják látni, könnyebb. A sok munka, a sok szenvedés megmarad. De egészen más, hogyha az ember az Istenből meríti az erőt. Lehetőségeink, tehetségünk szerint mindent megteszünk azért, hogy érzékelhetővé váljon, hogy mi is az, milyen is az az égi segítség. Ebben Szent Damjánt is kérjük, én Semmelweis Ignácot is kérem, az összes szenteket,
hogy segítsen szentté válni mindazoknak, akik itt dolgoznak, azoknak, akik itt szenvednek, akik itt gyógyulnak, vagy esetleg innen költöznek át az Isten országába, és bízunk abban, hogy a mennyországba jutnak ők is. Így legyen áldás ezen a munkán, a mai naptól fogva különösen is. Ahogy hazánkban mindenki, mi is reménykedtünk abban, hogy az elmúlt év végén lecsengő hullám már nem ismétlődik meg. Bíztunk benne, hogy az életünk ismét a rendes mederbe terelődik vissza, és a normál, megszokott békeidők gyógyító tevékenységét űzhetjük. De a csalatkozás elleni erővel tört ránk, amikor az év eleje nem a vírus lecsendesedésével köszöntött ránk. A bárkánkat ismét megnyitottuk, az evezőket ismét kézbe fogtuk. Bátran kijelenthetjük, hogy sikeresen legyőztük a koronavírus járvány harmadik hullámát. Tegyük fel azt a kérdést, hogy mi volt a sikerünk titka. Azért lehettünk sikeresek, mert pontosan azokkal a képességekkel rendelkeztünk, amelyekre az adott pillanatban szükségünk volt. Szakmai tudással, bátorsággal, mély hittel és kitartással, végtelen kitartással. De ne felejtkezzünk el a tapasztalatról sem. Mert az elmúlt évi második hullám már sok mindenre megtanított minket. Igaz, hogy a tapasztalat a legjobb tanító. De sajnos a tandíj igen magas. Mert a veszteség kimondhatatlan, amikor emberi életben kell mérni, és viselhetetlen, amikor kollégákat vesztünk el. Így vesztettük el Ranyhoczkit, Ratonin gazdasági nővérünket, és így veszítettük el Adorján Gusztáv főigazgatórat. Emlékünk a szívünkben van, és a gondolataink szomorúsággal vannak telve, amikor rájuk gondolunk. Szavak nem képesek kifejezni azt a fájdalmat, amit hiányuk miatt érzünk. És emlékezzünk azokra is, akiket gyógyultan bocsáthattunk el a bárkából. Sosem felejtjük el őket. Az anyákat, az apákat, a testvéreket, az időseket, a fiatalokat, a kisvárdaiakat, a kisvárda környékén élőket, vagy a messzebbről érkezőket. Akik mind-mind egy-egy történetet hordoznak magukban, és akik tovább mesélhetik a saját történetüket. Mert esélyt kaptak az életre a gyógyító munkánk által. Az ő történeteik megerősítenek minket abban, hogy mindent megteszünk azért, hogy minden életet megmentsünk. Ezt az eltökéltségünket soha semmi nem ingathatja meg. Feltettem magamnak azt a kérdést, hogy volt-e valami pozitív a Covid járványban. A kérdés megválaszolásához Szántoni német nácisz gyermekosztályos főnővérünk gondolatait idézem. Együtt dolgozott az ápoló a műtősfiúval, a gyógytornász az asszisztenssel, a személyszorvos a belgyógyászorvossal. Új szagok épültek be a mindennapokba, PCR vizsgálat, karantén. Megismertük és tágítottuk határainkat. Már elhisszük, hogy sokkal többet is elbírunk. Helytállásunkért szívecskéket és tapsot kaptunk világszerte. Megtanultuk a maszkot helyesen hordani. Rájöttünk, hogy a védőruha ápol és eltakar. Megtapasztaltuk, hogy a dupla gumikesztyű alatt is lehet érezni a simogatást. És megelevenedett szemelvejszignálc öröksége a munkánkban. Ha visszaidéztem az elmúlt hónapok nehéz perceit, akkor előre is kell tekintenem. A mi feladatunk nem az, hogy megjósoljuk a jövőt, hanem az, hogy alaposan felkészüljünk rá. Valamikor a nagyapám tanította nekem mosolygó bölcsességgel: fiam, az élet kevés dolgot ad ajándékba, de elegendő lehetőséget kínál. Tudjuk helyünket, szerepünket, kötelességünket. Tudjuk, hogy Szabolcs-Szatmár Bereg megyében működve együtt dolgozunk békeidőben és vészterhes időkben is a megyében működő többi kórházzal. Ez egy jó együttműködés. Ha a vészterhes idők úgy kívánták, még nagyobb szerepet is vállaltunk, mint a hétköznapok feladatai. Nagy figyelmet fordítunk új közösségünkre, a görögkatolikus egyház intézményeivel egyre szorosabb kapcsolatok épülnek ki.
És megnyugtatásként szeretném mondani Fülöp atya részére, hogy bár az első napunkat az új kórházban rögtön munkaszüneti napként kezdtük, de ebből semmilyen hosszú távú következtetést nem szabad levonni. Szeretünk dolgozni. Fontos megemlítenem, hogy több éve részesei vagyunk a már működő egyházi kórházak együtt gondolkodásának is. És bár a harmadik hullám lecsengett, a posztcovidos betegek ellátásra is gondolnunk kell, mert a koronavírus kemény búcsút hagyott itt számunkra, ez lesz az egyik fő feladatunk a jövőben. Szilárdan hiszek a közösségünkben, és úgy találom, hogy minél keményebben dolgozunk, annál inkább láthatjuk munkánk eredményét. Büszke vagyok, hogy ezt a kórházat vezethetem, és büszke vagyok mindenkire, akikkel együtt dolgozhatom, akik támogatását élvezem a mindennapi munkámban. És köszönet mindenkinek a kitartásért. Köszönet mindenkinek, hogy bátran végigküzdöttük a harmadik hullámot. Köszönet az igazgatótársaimnak, hogy itt álltak mellettem és fáradhatatlanul támogattak. Köszönet a katonáinknak és a kórházparancsnokunknak. Köszönet Kisvárda városának, a város polgárainak, a környező települések lakóinak segítő támogatásukért. És köszönet a sok-sok civil szervezetnek a szűnni nem akaró törődésüket. Végezetül a Jóisten áldását kérve gratulálok minden kitüntetett közösségnek.